A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok, Gerendai Károly, a Butta Café vendége. A műsor előtt dilemmáztunk, hogy mit írjunk ki, hogy mi is ő. Hát elég sok minden, ugye a Sziget Fesztivál alapítója, kultúra szervező, üzletember, vannak, akik azt mondják, sőt erre még valami díjat is kapott, hogy egy befolyásos üzletember. Szóval meglehetősen sok minden, majd nyilván erről beszélgetünk, és természetesen hívhatják őt, ahogy megszokták, kollégák mutatják a telefonszámot, 44 51 349, vagy skype.tv.fixhd, és akkor mondom, hogy mikre vannak jegyeink, mert ugye, ha mondanak vele kapcsolatban egy emléket, dolgot, vagy valamit, amit csinált, akkor most a Margit szigetre és a Városmajorban vannak jegyeink. Ugye az egész szabadtéri színpad nyitó estjére romantikus klasszikusok, Kocsi Zoltán vezényletével nemzeti filharmonikusok. Duda Karnevál, tudják, ez egy táncest, ezek voltak a Margit sziget, és akkor a Városmajorban van a Makrancos Kata, vagy a Hárpia megzabolázása, ezt még én sem láttam, de állítólag nagyon jó, Alföldi Róbert rendezésében, Magashegyi Underground, szimfonikus koncert, és Shakespeare királynője, ez pedig Bereményi Gézának, lényegében egy régi darabja, de most jól újraírta az egészet, és annak lesz a bemutatója, és akkor Gerendai Károly. Én azt estét olvasom, hogy nemesi származású értelmiségi család. Ez úgy ki van hangsúlyozva, ez a nemesi, és úgy gondolkoztam rajta, hogy ennek volt-e valami jelentősége az életedben? Hát sok jelentősége nem volt, hiszen én ugye a fiatal koromat még az előző rendszerben éltem meg. Ugye negatív jelentősége is lehet. Hát annyiban, hogy talán a család egy picit más, hogy viszonyult ahhoz a rendszerhez, mint ahogy mondjuk akkor sokan, akik ennek inkább előnyeit látták. Ugye az én családom nem kifejezetten örömként élte meg azt, hogy államosítottak itt sok mindent, és próbáltak egy alapvetően egyenlő tulajdoni viszonyokra épülő modellt éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül erőltetni. De el is szedtek tőlük sok persze, minden. Hát nyilván azzal, hogy ugye anno megszűntek a nagy birtokok, meg a gyárak, meg a nem tudom magánkézben, ami ugye a családnak voltak gyárai is, meg birtokai is, meg tudom, ez egy félig német, félig magyar család volt, a Gerendai az ugye egy Göpfertből magyarosított név, mert hogy a család egyik fele az német, alapvetően gyáros család volt, a másik fele meg magyar, hát többféle nemesi szálon is, hiszen egy időben ugye a nemesi családok egymás között házasodtak jellemzően, ezért aztán így a családfában van többféle ág is, de én ebből már azon túl, hogy láttam a, nem tudom, a kutyabőrt, meg a családi címert, meg a ilyen-olyan dolgokat a nagyszülőknél, vagy a szülőknél, én ebből sokat nem éltem meg, hiszen mondom, én 1970-ben születtem, és ugye 88-89-ben volt az, hogy így elkezdtem a nagybetűs életbe bekapcsolódni, vagy hát ugye igazából már 87-től dolgoztam, de hát 88-ban érettségiztem, úgyhogy én pont annak a rendszernek a végét éltem meg, ami már egy kicsit ilyen fellazuló rendszer volt, de akkor az, hogy mi volt 45 előtt a családdal, az maximum az elmesélésekből, vagy a családi fotókról ismerhettem meg. Miért léptél le olyan korán otthonról? Tehát, hogy 16 éves korod körül önállósítottad magad. Hát tulajdonképpen egy konkrét vita volt, ami ezt eredményezte a szüleimmel. Azt tudni kell, hogy ugye az én szüleim, az édesapám egy mérnökember, a nevelőanyukám, ő egyetemi tanár, ők alapvetően egy polgári
közeget úgy tudtak elképzelni, hogyha az embernek valami olyan szakmája lesz, ami egy ilyen klasszikus polgári szakma, amire majd egzisztenciát lehet építeni, ami megbecsült. Ami mire akartak rádomálni? Nem volt nagyon komoly, tehát így azt mondták, hogy nekik az mindegy, hogy én most mérnök leszek, vagy orvos, vagy pap, vagy nem tudom, tanár, vagy bármi. Az a lényeg, hogy legyen valami rendes polgári foglalkozásom, amihez valami tisztességes iskolát elvégzek, és nem tudom, engem meg nagyjából 14 éves koromtól egyre jobban érdekelt a zene világa, azon belül is a könnyű zene vagy a rock zene világa, és hát szívesen jártam koncertekre is, de engem sose az a része fogott meg, ami mondjuk a barátaimat, akikkel a koncertekre jártunk, hogy a zenészekkel, nem tudom, autogramot szerezni tőlük, vagy valamilyen kapcsolatba kerülni, de engem mindig az a része érdekelt, hogy a szervezővel megismerkedni, és arról beszélni, hogy hogyan létre ez az egész. 16 évesen már az érdekelt, hogy a szervező... Nem, már 14 évesen. Én 14 éves voltam, amikor először a Gödöllői Művelődési Házban egy rockklub nevű ilyen ifjúsági klubot indítottam. Aha. És aztán utána Budapesten ma már Szent Margit, akkor Kafka Margit gimnáziumban jártam, ott az iskola rádiót csináltuk egy barátommal, meg a különböző iskolai programokat szerveztük, alapítottunk erre egy szervezetet, ami így az iskolai diákéletet meg programokat szervezte, és hát így ezért én így nagyon hamar ebbe belekerültem egy picit, persze csak a szélére ennek a világnak, de megismerkedtem rendezvényszervezőkkel, zenészekkel, menedzserekkel, különböző emberekkel. De csak emberekkel, úgy, hogy egyszerűen elkezdtél ott téblábolni? Igen, mert egyszerűen ez valamiért érdekelt. Hát ezt nem tudnám megmondani. Aha. Tehát mondjuk hozzáteszem, hogy amióta az eszemet tudom, tehát már általános iskolában is az osztálykirándulás szervezésétől, nem tudom, még mindenféle ilyet, azt én úgy szívesen szerveztem, és úgy valahogy ez úgy mindig érdekelt, hogy úgy a környezetemre ilyen módon hatással lenni, hogy úgy befolyásolni, hogy most ezt csináljuk, azt csináljuk, ide menjünk. Igen, most adás előtt is azt mondtad, hogy neked elég azt írjuk ki, hogy szervező. Hát mert de azt ez lehet közönségszervező, igen. De minden esetre, szóval valahogy ez így alakult, hogy ez engem nagyon érdekelt, és a szüleim meg ettől egyre jobban kétségbe estek, hogy ők azt látták, de mondom azért még 80-as évek végét írjuk, amikor még van az állami rendezvényszervező cég, az úgynevezett ORI, meg az IRI, az egyik az országos rendezőiroda, másik az ifjúsági rendezőiroda, és nagyon más nincs, tehát nincs ennek egy ilyen magán megfelelője még ennek a világnak, és hát ezért ők így ettől kétségbe estek, hogy akkor majd én elkallódok, majd mi lesz velem, és próbáltak tiltani ezektől a tevékenységektől, és hát egy és olyan beszélgetés. És akkor annál inkább. Igen, és hát mivel én meg ebben tényleg elszánt voltam, és ebben hittem, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni, ezért egy olyan beszélgetésen, ahol elhangzott az a szerintem valószínűleg más családokban is esetleg ismert mondat, hogy amíg a mi kenyerünket eszed, addig azt csinálod, amit mi akarunk. Ez egy olyan pont volt, amikor én azt mondtam, hogy akkor én inkább nem eszem a kenyerüket, de én szeretnék igenis ilyen dolgokkal foglalkozni, és akkor ezért elköltöztem otthonról, ami persze akkor még valószínűleg ők is úgy élték meg, hogy hát ez most egy ilyen hirtelen jött ilyen tinédzser hiszti, vagy majd nem tudom, de először ugye barátokhoz, aztán utána később már albérletbe mentem, és végül is sikerült így elég hamar a saját lábamra állni, hiszen a gimnázium mellett, mert én közben ugye nappali tagozatos gimnáziumba jártam, ezért így éjszakánként, meg hétvégénként munkát vállaltam, szerencsére, mivel addig nem volt ilyen... Lagasztottál plakátot. Igen, például, igen. Hát ugye az történt, hogy amikor elköltöztem otthonról, akkor én megkerestem azokat az embereket, akiket addig megismertem a szervezkedéseim kapcsán, különböző zenekaroknak a szervezőit, művelődési házakban, népművelőket, különböző embereket, hogy hát én most hirtelen itt vagyok ezzel a helyzettel, hogy valahogy el kéne tartanom magam, és segítsenek abban, hogy adjanak valami feladatot. És akkor az egyik azt mondta, hogy intézzem a zenekarnak a levelezését, a másik azt mondta, hogy ragasszak neki plakátot, a harmadik azt mondta, hogy jöjjek a hétvégénként jegyet szedni a koncertekre. Kaptam ilyen-olyan feladatokat, amiből aztán így szépen lassan kialakult az, hogy hát egyrészt egyre több kapcsolatra tettem szert, egyre több mindenbe láthattam bele, másrészt meg végre el tudtam már magam annyira tartani, hogy tudjak albérletet fizetni, hogy legyen mit ennem, és akkor így keveredtem bele ebbe a szakmába.
Nagyon régóta vár egy telefonáló, Gerendai Károly Bóta Gábor, jó estét kívánok! Jó estét, estét. Kívánok, Ratina Etelka vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönjük! És azt mondanám az úrral kapcsolatban, ami már el is hangzott, hogy ő egy hatalmas nagy szervező, többek között a legnagyobb, talán a Sziget Fesztivál, de azon kívül még a Pesti Broadway Egyesület megszervezése is az ő érdeme volt. Hát aztán rengeteg étterem, amit nem tudom. Hát rengeteg azért nem. De nagyon sok étterem. A megalakulása az ő nevéhez kapcsolódik. Amit én szeretnék, az inkább a díjait, mert ez csodálatos díj sorozata az övé, és megemlíteném az érdemlően lovak keresztjét megkapta, és ami engem nagyon, az a Magyar Köztársaság érdemrend az antirasszista díjban is részesül. Aha. Köszönöm szépen, természetesen jár a két jegy a Margit-szigeti színpadra vagy a Városmajorba, és várjuk az újabb telefont. Köszönöm szépen, Skype-ot. És további sok sikert kívánok Önöknek. Köszönjük szépen. Minden jót. Az antirasszista díjat, ezt miért kaptad? Hát ezt, aki adta, azt kell megkérdezni. Hát akkor szokott ezért lenni valami indoklás, de hát nyilván valami sejtésed van. Hát, mert én például nekem gőzöm nincs, most megmondom. Nyilván az indoklásban két dolog hangzott el. Egyrészt abban az évben mi a Szigetnek a úgynevezett nulladik vagy mínusz egyedik napját, amik ilyen felvezető napok, akkor csináltunk egy ilyen antirasszista rendezvényt, aminek ez volt kifejezetten az üzenete, hogy egy picit így próbáljunk erősíteni a fiatalok körében a toleranciát, az elfogadást. De ez miből állt ez a rendezvény? Hát koncertek voltak, de kifejezetten olyan tematikával, olyan előadókkal, akik akár nemzetközi szinten, akár itthon ennek az antirasszista mozgalomnak aktivistái egyébként, tehát az egészet közösen egy angliai szervezettel kezdtük el megszervezni, akik kifejezetten egy ilyen antirasszista szervezet, és ugye ez az az időszak volt, amikor Magyarországon egyrészt hát voltak ezek a bizonyos roma gyilkosság sorozat, ugye, ami akkor azért egy nagyon meghatározó és nagyon ijesztő jelenség volt, másrészt ugye akkor volt az, hogy már egyre egyértelműbben azért azok a szélsőségek jelen voltak és megerősödni látszottak, akik azóta is azt gondolom, hogy azért nagyon meghatározóak a magyar közéletben, akár gondolatok szintjén, akár politikailag. Úgyhogy itt erre azt gondoltuk, hogy erre érdemes valamilyen módon a Sziget keretei között, aminek pont a nyitottság, az elfogadás nagyon fontos értékei, erre fölhívni a figyelmet, hogy itt olyan dolgok történnek, ami nem jó, hogyha a fiatalok ebben nincsenek képben, vagy legalábbis nem értik azt, hogy sokkal jobb dolog nyitottnak és elfogadónak lenni, mint kirekesztőnek. Igen, szóval a Szigetben ugye az is van, szerintem még mindig vannak, akik azt hiszik, hogy kivennek a fiatalok csápolni, meg berúgni, meg sárban fetrengetni, meg nem tudom mi. És közben tényleg van egy rakat olyan dolog, amitől ez egy sok minden pluszt ad. Azt nem tudom, de azt te mondd el, hogy mi az, amit mondjuk például toleranciából lejöhet. Mert a srácok egy része, meg a csajok egy része nyilván tényleg csápolni akar. Persze. Sőt, van, aki be is rúg. Meg be is rúg. Hát világos. Miért ne rúgna be? De hogy mi az, amit plusz be lehet adagolni, vagy mi az, ami már egészen szervesül, hogy tudom, hogy még egy ilyen tolerancia dolog volt, abból balhé is volt a homoszexuálisokból, mert ugye azt be akarták tiltani, talán azt a sátrat, jól igen. Emlékszem. És most már természetes módon ott van, mint ahogy ott vannak ilyen egészségügyi felvilágosító dolgoktól kezdve rengeteg minden. Tehát a zöldek, de akár képzőművészeti kiállítás, meg ugye a jó ideje komoly zene is. Tehát, hogy minden más van azon kívül, amiről azt gondoljuk, hogy amúgy evidensen ott van.
Hát azért az fontos látni, hogy a Sziget a legelső pillanattól fogva próbált nem egyszerűen egy rockfesztivál lenni, hanem inkább valamilyen nyaralás élmény is egyszerre, illetve kulturálisan is egy színesebb értékrendet megmutatni a fiataloknak, akik persze elsődlegesen a zenehívó szaváért vagy a közösségi élményekért jönnek egy ilyen fesztiválra. De ez egy családi bulinak, ültött Müller Péter Szijám is, ez egy családi bulinak indult, nem? Hogy legalábbis az elején egy baráti társaságból nőtte ki magát tulajdonképpen ez az egész kezdeményezés, hiszen a legelején föl sem merült bennünk, hogy ez majd egyszer lehet egy nemzetközileg is jelentős esemény, vagy egy nem tudom, hanem hát én ugye akkor 22 éves voltam, a barátaink is, és egyszerűen azt gondoltuk, hogy jó lenne, ha lenne valami, ami úgy a nyárban egy kicsit ezt a hirtelen kiüresedett nyárélményt betölti, hiszen a rendszerváltáskor komplett elfelejtkeztek a fiatalokról, tehát mindenki el volt foglalva a politikai, a gazdasági átalakulása, minden, és azok, amik előtte voltak ifjúsági táborozási lehetőségek, azok hirtelen megszűntek, és nem lett helyette semmi. És akkor mi ebben az űrben mondtuk azt, hogy hát jó lenne, ha lenne egy hely, ahol össze lehet jönni. Ugye az volt az első szlogen, hogy kell egy hét együttlét, illetve a másik szlogen az volt, hogy itt minden szabad, de semmit sem muszáj. Tehát ez a két... Igen, de azt gondolom, hogy ez a két érték volt tulajdonképpen az, ami a hívószó az elején, és azóta is azt gondolom, ha belegondolunk, akkor a Sziget a mai napig egy nagyon fontos generációs nyaralási élmény is, és mellette egy fontos kulturális élmény is, hiszen nem tudom, hogy van-e még egy olyan hely a világon, ahol ennyiféle tényleg kulturális impulzus éri azokat, akik egy hétre elmennek oda nyaralni. A világ minden tájáról ma már nagyon sokan összejönnek, és tényleg a képzőművészetektől a performance-on át, az irodalomtól a zenéig, annak minden műfajáig, a világzenétől a komoly zenén át, a heavy metalig, a tényleg, hát mit tudom én, nyilván vannak olyanok, amik már nehéz azt mondani, hogy kultúra, de a, nem tudom, a tábortűz élménytől a sportrendezvényekig, a civil szférától. A, nem tudom, aki még ilyen ökörködő játékok, a cirkusz hogy beletem művészetektől. Egy sátorba, és ott nyakig habos lesz az igen, ember, igen, és hú, de jó. Na, de azt gondolom, hogy egy nyaralás, vagy egy táborozós élményhez, ez mind szerintem hozzátartozik, ettől buli a buli, vagy hogy mondja. Csak mi azt mondtuk, hogy a bulin túl tegyük tele olyan apró, de izgalmas színekkel, amik mind valahol hozzáadnak ahhoz, hogy az ember a végén egy maradandó élménnyel távozzon, és ne csak egyszerűen volt egy fesztiválon a sok közül, ahol megnézhette nagyjából ugyanazokat a zenekarokat, amit mindenütt máshol is megnézhet, hanem kapjon valami olyan pluszt is, amitől ha elmegy, akkor fölnyitjuk a szemét olyan dolgokra, amit majd esetleg máskor. Tehát gondolj bele, mondjuk egy vidéki magyar fiatal, mikor fog tudni olyan programokba ütközni a saját környezetében, amit itt egy hét alatt olyan dózisban kap, hogy ebből, ha bármi egy picit is fölkeltette az érdeklődését, akkor már utána, ma az internet korában nyugodtan utána tud menni, és utána nézni, és megtalálni magának az ehhez szükséges muníciót, de először valahogy be kell letetni. Hát most a Sziget erre azt gondolom, hogy ideális, hogy így kinyissuk a gyerekeknek a szemét arra, hogy ilyen is van, olyan is van, ez is milyen jó pofa, az is milyen érdekes, aztán majd mindenki megtalálja benne azt, ami őt igazán megfogja, vagy szórakoztatja. Adjunk telefont, és utána akkor kicsit bele kóstolunk a Sziget élménybe. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, különösen Gerendai Károlyt, aki szerintem nyugodtan lehetne nevezni polihisztornak, mert szinte mindenbe belevágott, és amiben belevágott, az a kezek között arannyá vált. Én mondanám azt, hogy megalapította a Szeretem Magyarországot klubot többek között, ami engem nagyon meglepett, hogy 1998-ban az év embere volt, amit nagyon-nagyon megérdemelt. És az ja, ez a Magyar Hírlapnál, igen. Akkor még ott dolgoztam. Fesztivál az ő nevéhez fűződik, és amit a Szigeten művelt, és hogy a Sziget kétszer is a Európa legnagyobb és legnépesebb fesztiválja volt, ez külön az ő érdeme, úgyhogy szerintem egyszerűen, amit művel, a fiataloknak tőle kell példát venni. Na ó, oké, köz nincs minkelve, úgyhogy el tud pirulni, de... Hát ez mindig az, úgyhogy... Oké, köszönöm szépen, és sok sikert az idei Szigethez, és remélem nem most el az eső. Hát ezt én is remélem. Általában eső szokott lenni.
Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm hallásra. Szépen, viszont hallásra. Jár a két jegy Margit-sziget vagy Városmajor. Várjuk a következő telefonokat, és akkor most nézzünk egy kis szigetet, aztán folytatjuk. De figyelj, amikor ott voltál 22 évesen, és azt mondod, hogy szervezed, hát ennek egy sokkal kisebb verzióját. Akkor volt erre pénzed, vagy akkor ez még haveri alapon, mert hogy ismertél ezt, azt, és gyere el már nekem ingyér, mert jó buli lesz. Hát nyilván voltak olyan előadók, akikkel akár azt is meg lehetett beszélni, hogy jöjjenek el ingyen, vagy max. Úti költségért, de akkor is voltak már olyan népszerű előadók, akik ingyen nem jöttek el maximum kedvezményesen, hiszen ugye az egészet, ahogy említetted is, Müller Péter Sziámival közösen kezdtük, és azáltal, hogy akkor én az ő zenekarának voltam épp a menedzsere, a Péter meg egy közismert művész volt, ezáltal talán kicsit könnyebben tudtunk elhívni szakmabelieket, mert nem egy kívülről jött üzleti megkeresés volt, hogy nem egy vállalkozó jött, aki azt mondta, hogy hát gyertek el, és akkor persze, ha elmegyünk, ha jól megfizetsz, hanem hát kollégák hívtak egy rendezvényre kollégákat, és ezért valamivel könnyebb volt megnyerni őket annak, hogy kedvező feltételekkel eljöjjenek, de azért már a legelső szigetnek volt egy akkor nekünk nagyon sok pénznek tűnő, ma már mondjuk egy picit más léptékű 26 millió forintos költségvetése, ami hát abból fakadt, hogy ennyi minden volt, amit ki kellett fizetni. De hát azért az egy nagyon más méretű, meg más lehetőségekkel bíró rendezvény volt, tehát azért ma több mint 5 milliárd forint a Szigetnek a költségvetése, tehát ez talán jól mutatja, hogy azóta mennyit nőtt ez az esemény, vagy mennyit változott. Ugyanakkor azt remélem, hogy az alapértéke itt tekintve a mai napig nagyon hasonló. Igen, egyébként ugye turisztikai szakembernek is szoktak téged mondani, és nekem mániám, és a Sziget szerintem erre baromi jó példa, hogy végre észre kéne venni, hogy a kultúra nem csak viheti a pénzt, hanem hozhatja is. Tehát, hogy nem, végre nem úgy kéne kezelni, hogy ilyen maradványelv alapján majd valamit nyomunk neki, mert hogy azért ne dögöljön mindenki meg, bár mostanában ugye dögölnek is meg szép számmal sajnos, hanem hogy ez lehetne sok tekintetben példa arra, hogy ez a szállodáknál, hogy tehát egyáltalán generálhat nagyon sok minden, és ugye tudom, hogy te is benne vagy valamilyen turisztikai, nem tudom miben, ugye, hogy végre ez a szemlélet, hogy egy fesztivál, ami nem csak a Sziget lehet, hanem a Wagner napok a Műpában is, a vendéglőket megtöltheti, a strandokat megtöltheti, tehát hogy, és ez komoly erő lehet. Abszolút, hát természetesen azért a kultúra amellett, hogy egy nemes ügy, hogy ezt egy picit mindig azért egy olyan kicsit szent tehénként tekintik mindig minden közegben, mert hogy hát az olyan megfoghatatlan valami a sok szempontból a kultúra, azért közben egy fontos iparág is, tehát a kreatív ipar az egy létező fogalom, ami arról szól, hogy ennek vannak különböző területei, az egyik területe ennek a kulturális terület. És ez ugyanúgy egy olyan iparág, amiből sokan megélnek, amiben olyan alkotások születnek, aminek bevételei vannak, a gazdaság oldalát is erősítve. A fesztiválok az nagyon jól szemléltethetően egy ilyen fontos szelet, hiszen hát ma ugye Magyarországnak az első számú turisztikai attrakciója például a Sziget Fesztivál. Nagyjából háromszor annyian jönnek rá, mint a Forma 1-re. Tudom, erre nagyon büszke szoktál lenni. Hát egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy ezt még mindig érdemes hangsúlyozni, mert ez sokakban föl sem merül, hogy ennek van ilyen vonatkozása is. Tehát azért ma Magyarországon a költségvetésnek sok milliárd forint bevétele van abból, hogy itt zajlik ez az esemény. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy egyébként egy rendezvénynek van természetesen ifjúságpolitikai, szociológiai, kulturális, ilyen-olyan-amolyan vonatkozása, ez úgy valahogy sokaknak olyan egyértelmű, hogy hát ez ilyen szempontból
valahol van hatása. De az még mindig nagyon kevés ember érti, hogy ezeknek a rendezvényeknek bizony nagyon komoly gazdasági hatása is van, hiszen ha azt nézzük, hogy mondjuk összesen, tehát én ugye szoktam időnként ilyen vitába szállni azzal, amikor így jönnek ezzel, hogy hát mi az, ami támogatandó, meg mi az, ami nem támogatandó, meg tudom én, akkor én mindig próbálom magyarázni, hogy mondjuk egy Sziget Fesztivál az nem azon az alapon támogatandó, hogy most különben nem tudunk nem üzleti alapon elhívni fellépőket, hanem azon az alapon, hogy ez már régesség, és nem arról beszélek, hogy a kultúra számos területén nem kell klasszikus támogatás, hiszen főleg az új produkciók, vagy a kísérletező kulturális műfajok, ezek még nincs honnan eltartsák magukat a piacról. De piaci körülmények között is működnek kulturális eseményeket, érdemes megnézni mondjuk a filmipart, vagy a, most nem feltétlenül Magyarországon, de mondjuk egy hollywoodi példát, vagy akár a popzenében is számos jó példa van arra, hogy akár milliárdosok lettek sztárok abból, hogy ezen a területen tevékenykedtek. Ugyanakkor gazdasági oldalról itt az államnak az egy nagyon jó befektetés, hogyha ő egyébként segíti azt, hogy itt még több turista jöjjön. Hiszen jelen pillanatban a sokszorosa térül vissza a közpénzből ezekbe a befektetésekbe, hogyha betesznek valami pénzt. De összefognak itt kellőképpen a vendéglátó. Tehát mindig például arra gondolok, hogy jöttem le múltkor a várból, este 11-kor, és a kihaltság. És, tehát olyan volt, ha most nem nézem, hogy szebbek az épületek, mint hogy a 8. kerület elhagyatott részén jöttem. És én gondolkoztam ezen, hogy ugye Prágában ez nem így van, meg hány helyen nem így van. Tehát mondjuk például a vendéglők nem szállhatnának be abba, hogy minden este legyen a Mátyás templomba orgona koncert, és akkor abból nekik is jut majd vissza vendég. Tehát, hogy az ember nem érti, hogy mondjuk egy olyan frekventált helynek még kell annyira. Van az a pár étterem, az működik, és akkor kész. De ott lehetne jazzkocsmától kezdve minden, a múzeumok nyitva lehetnének este 11-ig. Tehát, hogy lehetne élet? Hogy miért nincs? Persze. Hát ezek, én azt gondolom, hogy jó esetben ezek egymást erősítő dolgok. Hát tehát igen. Ha nincs hozzá jó vendéglátás, akkor hiába van jó kulturális... Na most vendéglátás van, azt mondjuk semmi más este. De jó, csak azt mondom, hogy tehát úgy kell az egyik is, meg kell a másik is. Tehát hogyha oda nem nagyon megy a turista, ahol majd azt látja, hogy lehet, hogy nagyon jó koncert van, de nincs hozzá jó szálloda, jó étterem, igen. Jó mindenféle egyéb szolgáltatás, ahogy úgy fordítva, hogy lehet, hogy egyébként azt mondja, hogy különben nagyon jó éttermek vannak, de semmi más nincs hozzá kulturális kínálat, nincs hozzá valami érdekes épített örökség. Ezek mind, azt gondolom, hogy egymást erősítő dolgok, és ezeknek valamilyen módon össze kell állni a végén egy olyan szolgáltató szektorra, amiben mindenki megtalálja a maga kívánt vagy vágyott élményét. Ez sajnos, én azt látom, hogy kevéssé működik a különböző szakterületek közötti koordináció vagy párbeszéd. Mindenki egy picit az államtól várja a megoldást, mert hogy egyszerűen így szocializálódtunk, így nőttünk föl, hogy itt mindig az volt, hogy majd valaki megmondja, hogy legyen. Az, hogy mi magunk legyünk ebben kezdeményezőek, hogy mi próbáljunk elébe menni ennek, és nem várni a sűrt galambot, hanem tényleg megteremteni azokat a fórumokat, ahol erősíteni tudjuk egymást. Ez még nem annyira divat, de vannak ebben jó példák is, tehát azért érdemes körülnézni, azért vannak olyan kezdeményezések, amik szerintem mostanra beértek és működnek, tehát hogyha csak megnézzük azt, hogy most lehet, hogy sokak nem szimpatizálnak ezzel a romkocsma jelenséggel Budapesten, de ma ez ugyanúgy azt gondolom, hogy egy nagyon komoly turisztikai vonzerű, egy csomó ember megél belőle, egy csomó mindenkinek ez egy jó élmény, amiért akár külföldről is hajlandóak ide utazni, de ugyanúgy a magyar közönség is számos jár oda, és ez egy kifejezetten alulról jövő olyan folyamat, amiben nem volt semmilyen tudatosság, vagy politikai akarat, vagy nem tudom milyen támogatás, vagy egyéb ilyen dolgok, max annyi, hogy nem tiltották be, amikor megjelent ez a jelenség, bár az elején még azért arra is voltak példák, ugye mi csináltunk például egy Kultiplex nevű helyet még a 9. kerületben, még a 2000-es évek elején, amit effektív az önkormányzat lebontotta az épületet is, ahol ez történt, és az egészet ilyen értelemben megakadályozták, de azért mostanra már szerintem mindenki megértette, hogy ezeknek a
kezdeményezéseknek, és hát most beszélhetnénk természetesen teljesen más típusú kezdeményezésekről, és igenis van létjogosultsága, és igenis hozzá tudnak tenni valamit egy városhoz. Ugyanígy a gasztroforradalomként emlegetett vonulat, ami megint csak az elmúlt 10-11 néhány év látványos eredménye, hogy itt évtizedeken keresztül volt egy ilyen önáltatás, hogy hát a magyar konyha az ilyen világhírű, meg olyan sikeres, meg és közben egyszerűen... És közben egyszerűen ilyen, tényleg felháborító, hogy milyen szintre züllött le a vendéglátás, hogy az egy teljesen megszokott dologgá vált Magyarországon, hogy egyébként porleveseket, mirelit ételeket és egyéb olyan dolgokat, amiket hát így nem mondom, hogy ehetetlenek, de hát ezek arra vannak kitalálva, hogy otthon, amikor nincs ideje az embernek sütni, főzni, nem tudom, akkor gyorsan a mikróba betegyen valamit, és legyen valami, amit meg. Ezeket adják az éttermek egy jelentős részébe, ami hát azt gondolom, hogy nonsens, mégis ezt teljesen elfogadtuk, és ide züllött a magyar gasztronómia. Aztán egyszer csak jöttek olyan szereplők, akik úgy elkezdtek bedobni valamilyen köveket az állóvízbe, ebből talán ugye Molnár B. Tamás volt a legikonikusabb figurája ennek, aki nagyon markánsan elkezdett egy cikksorozatot, amiben így ostorozni kezdte a hazai közállapotokat, és ez nem évszázadokkal ezelőtt volt, ez egy évtizede volt, és ma ott tartunk, hogy van Magyarországon, vagy Budapesten 5 Michelin csillagos étterem, megnyerte a Szél Tomi a Bocuse d'Or európai elődöntőt, és tényleg látványos eredmények születnek, és egyszerűen annyi kellett, tehát itt se az volt, hogy volt mögötte valami nem tudom milyen állami akarat, vagy mondjuk a Bocuse d'Orhoz már volt támogatás legalább az állami, de a folyamat, amikor elindult, akkor az kellett, hogy legyenek emberek, akik egy picit szembe mennek ezzel a önáltató, kényelmes állásponttal, és valami változást gerjesztenek. Na, csak azért, mert van Skype-oló, telefonáló minden, és már nagyon régen vannak szegények, és akkor utána szerintem adjunk majd, áttérünk a gasztronómiára, vagy nem, még azért adjunk egy kis szigetet, jó? Tehát adjunk még egy szigetet, és utána megyünk a gasztronómiára, és akkor most tudjuk, először adjuk be a Skype-olót, és utána rögtön adjuk be a telefonálót. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét! Jó estét kívánok! Ujjás Éva! Igen, kicsit szakadozik, de azért igen. Halljuk. Hát majd mondok mást is, de azért kell mondanom újra és újra, hogy sziget. Én már sok-sok éven át, már nem vagyok olyan fiatal, de nagyon kedveltük és kedveljük a Szigetnek bizonyos részeit. Egyet nem kedvelünk, hogy itt nagyon hangos nálunk a Angyalföldön, és bár minden alkalommal bemondják, hogy bemérték, hát nem tudom, hogy mérik be, nagyon-nagyon hangos minden éjjel, de hát túléljük ezt a 8 napot, a programokat szeretjük. De amúgy minden évben kimennek? Nem voltunk minden évben. Hát mikor, hogy adódik, vannak külföldi rokonaink, fiatalok, azokkal is voltunk már többször, de ehhez kapcsolódóan szeretném mondani, nem biztos, hogy Gerendai Károly ötlete, de hogy a Szigeten valósult meg a Presser-féle először a Magyar Dalnapja, az biztos, hogy ilyen napot úgy emlékszem. És ha majd átérnek a gasztronómiára, akkor azt tudom, hogy van Gerendai Károlynak, vagy volt része azok egy olyan vendéglőkben, amelyek Michelin csillagot kaptak. Kettő. Igen. Most már kettő. Köszönöm igen. Szépen. És azt is szeretném megkérdezni, ebben nem vagyok biztos, hogy a Balaton Sound is hozzájutott. Aha, is igen. Igen, akkor, igen. Akkor bingo. Köszönöm szépen, jár a két egy Margit Szigetvár. Még sok-sok ötletet kívánok neki és magunknak, úgyhogy köszönöm. Okay. Köszönöm, minden jót. És akkor viszont hallásra adjuk a telefont is, ha tudjuk. Tudjuk, gondolom. Igen, jó estét. Ujjás Éva megelőzött, mert én is a magyar... valamit halkan hallunk, de még beadva nem. Mondják, hogy beszéljek. Akkor adjunk... Itt vagyok. Halljuk, tulajdonképpen jó, csak halkan. Jó estét kívánok, Hajdú Éva vagyok, és én is szeretnék köszönetet mondani a Gerendai Károly szervezőjének. Ezt most nagyon halkan halljuk, de kérem a kollégát, hogy segítsen egy kicsit. Igen. Szeretnék én is gratulálni, illetve mondani Gerendai Károly szervező készségéért és tehetségéért. Én is a Magyar Dalnak szerettem volna megemlíteni, de Gulyás Éva megelőzött. Olvasom még, illetve itt
szereztem tudomást arról, hogy a Cseh Tamás emlékprogram is az ő nevéhez fűződik. Ezért is külön köszönet neki. Igen. Jó, azért búcsúzom el, mert tényleg nagyon rosszul halljuk valami miatt, sajnos. Sajnálom. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Várunk még telefonokat, és természetesen önnek is jár a két jegy. És akkor most adjunk egy kis sziget részletet megint. Na szóval tényleg nagy buli. Na most... Ehhez képest akkor ugye először te a Liszt Ferencnél nyitottál egy éttermet, és utána megnyitottad a Kosteszt, ami hát... Közben azért eladtam a Liszt Ferencnél eladtad a Liszt Ferencnél, de hát ott azért kialakult egy nem túl jó hírű, mai napig nem annyira jó hírű az a Liszt Ferencnéli vendéglátó. Én szerintem akkor jó hírű volt abban az időszakban, tehát a Liszt Ferenc tér az ugye az első olyan hely volt a városban, ahol ilyen klasszikus, ilyen mediterrán hangulatú teraszozós rész. Nagyon jól néz ki, csak a kajáik. Hát annyi, hogy a Liszt Ferenc tér igazából inkább ez a kávézós, mulizós hangulat volt, és azért az ételek minőségében valóban nem mondom, hogy kiemelkedő, de volt ott azért egy két, tehát szerintem a Buena Vista is egy egész tisztességes hely volt, amit mi csináltunk, de ugyanúgy a menza is, a Karma is, amit volt egy pár olyan, ahol azért nem volt nagyon oka a vendégnek panaszra, csak nem volt egy kiemelkedő teljesítmény, amit ott nyújtottunk. Ezért is volt számomra az fontos, hogy amikor eladtam a Liszt Ferenc téri éttermet, hogy akkor utána a legközelebb, ha közöm lesz a vendéglátáshoz, akkor szerettem volna azt kipróbálni, hogy lehet-e egy tényleg valóban nemzetközileg is minőségnek számító olyan éttermet produkálni Budapesten, amit valamiért akkor úgy igazán még nem lehetett találni a városban. Volt egy-két jó próbálkozás, ugye azért volt a Lulu régebben, már akkor azért egy ideje volt akart, a Faustó. A Rudics Károly akart az első Michelin csillagos lenni. Igen. De az is látszott, hogy ezek a helyek akkor bár minőségben próbálnak tényleg kiemelkedőt nyújtani, erre nem igazán van még tömegesen kereslet, és nem tudnak megélni. Tehát én ugye mindig azt mesélem el az ismerőseimnek, hogy mi a Rádai utcai Kosztesz éttermünket, ami végül is ugye az első Michelin csillagos étterem lett Budapesten, vagy Magyarországon, ezt mi 2000 második Közép-Kelet-Európában, nem? Igen. Tehát ezt mi 2008-ban nyitottuk ezt az éttermet, 2009-ben volt ugye az, hogy már aztán a csillagot is megkaptuk, de 2008-ban, amikor mi megnyitottuk ezt az éttermet, abban az évben a 2007-re vetítve három legjobbnak választott budapesti vagy magyarországi étteremből kettő bezárt azért, mert tönkrement. Tehát, hogy ha belegondolunk abba, hogy a legjobb éttermek is még érdeklődés hiányába tönkrementek. Hát figyelj, ez a tipikus a fine dining, amiről mind a mai napig van a köztudatban, hogy baromi drága, kicsi pöttye tányéron. Tehát, hogy ugye, tehát, hogy még mindig sokan ezt. Van még abszolút sokan, egy ilyen a vélekedés, ez tény. És nem azt mondom, hogy egyébként a fine dining éttermek nem drágábbak, mint egyébként az átlagos éttermek. Mert az nyugaton is egyébként. De nem csak azért, mert a szeretünk drágában. Közben nézzünk majd kajákat, jó? Mert javaslom, mondjuk kezdjük a Kosteszszel, mert arról beszélünk. Igen? Tehát mi azt gondolom, hogy én nem azzal vitatkozom, hogy mi nem vagyunk drágábbak, mint mondjuk az átlagos étterem ma Magyarországon, hiszen sokszor akár kétszer-háromszor annyiba is belekerül egy étel egy ilyen fine dining étterembe. Az, amit nem látnak nagyon sokan, hogy ez nem azért van, mert hogy mi azt gondoljuk, hogy akkor ez egy olyan snob hely, ahol el lehet kérni sokkal több pénzt is, hanem azért, mert előállítani egyébként ezt a minőséget a nagyon sokkal többbe kerül. Nagyon drága nyersanyagok. Tehát egyrészt nagyon, de egészen más áru nyersanyagokkal dolgozunk, másrészt azért itt olyan szakemberek vannak, akiket meg kell fizetni azt a tudást, amit egyébként ugye nálunk több éttermünkben is ugye külföldi séfek vannak. Hát Spanyolországból hívtál sért, magyarra nem tudtad volna egyébként, Portugál, hát, bocsánat. Mi az elején természetesen abban gondolkodtunk, hogy magyar séffel fogunk dolgozni, de egyszerűen nem találtunk azért akkor Magyarországon olyan éttermi szakembert, akinek olyan tapasztalata lett volna, amivel tényleg egy világszínvonalú éttermet lehet elindítani Magyarországon. És most te onnan tudtad, hogy
hogy flangáltál a világba, és jól végigkóstoltad a Michelin csillagos? Hát igen, azért én így a 90-es évek második felétől elég sokat utaztam már a világban ide-oda, és mivel érdeklődtem a gasztronómia iránt, ezért... Jó nagy ínyenc vagy állítólag. Hát ez minden viszonylagos, de én szeretem a hasam, az látszik is rajtam szerintem, úgyhogy szeretek jókat enni, és hát az ember, ha megtehette azt, hogy a világban jártában, keltiben eljutott olyan éttermekbe, ahol tényleg nemzetközi hírű és kiváló éttermek, akkor persze megragadtam ezt a lehetőséget, és próbáltam minél több ilyen helyre elmenni, és emiatt egyre jobban zavart az, hogy Magyarországon meg nem találom ugyanezt a színvonalat, és ezért gondoltam, hogy érdemes egyáltalán kipróbálni, hogy lehet-e ilyet, vagy mi az oka, hogy miért nincs Magyarországon ilyen, és nagyon hamar azzal kellett szembesülnöm, hogy a leginkább az az oka, hogy nem lehet ebből megélni. Aha. És mégiscsak egy étterem az egy üzleti vállalkozás. Ezért akkor, amikor adódott egy olyan helyzet, hogy én elég jó áron el tudtam adni ezt a Liszt Ferenc téri éttermet, akkor azt gondoltam, hogy akkor most megengedhetem magamnak azt, hogy most kerestem annyi pénzt a vendéglátásból, hogy most akkor kipróbáljam, hogyha nem az a szempontom, hogy most pénzt akarok vele keresni, hanem most tényleg egy minőségi helyet akarok csinálni, akkor azt legyen, miből megfinanszírozzam. És végül is elég hamar kiderült, hogy ha az ember nem köt kompromisszumokat, ha nem megy bele abba, hogy hát ez bizony nem éri meg, vagy ezt már nem tudja miből üzleti alapon létrehozni, hanem tényleg kitarta mellett az elképzelése mellett, hogy mindenből a legjobbat kell adni, a legjobb tudást, a legjobb szakembert, a legjobb technológiát, a legjobb alapanyagot, és így tovább, és így tovább, akkor azért lehet itthon is minőségi vendéglátást produkálni, csak ehhez ki kell alakuljon az a vevői réteg is, aki majd ezt hajlandó értékelni és megfizetni az árát. És hát ugye a csúcs gasztronómia sokan ugye hát úgy néznek rá, hogy úgyse tud bemenni, meg úgyse tudja kifizetni. Tehát, hogy szerintem azért kár ferde szemmel nézni rá, mert ez húzza maga után a többit is. Persze. Ideális esetben. Ez a forma egye tulajdonképpen ugyanúgy. Tehát, ahogy a Mercedesre attól, hogy nem tudom megvenni, még kár ferde szemmel nézni, és úgy is működik a dolog egyébként, hogy az autós újságban is a Trabantos is imádja a csúcskocsikról olvasni. Hát, de nem csak ez a lényeg, hanem az is, hogy tehát az autóiparban a fejlődés ugyanúgy onnan jön, hogy ezek a bizonyos drága, exkluzív márkák, mondjuk a Forma 1-ben például jelen, ezek kifejlesztenek olyan technológiákat, amik egyébként, ha jól vizsgáznak ezen körülmények között, akkor szépen ezek egy idő után elkezdenek elterjedni, és aztán egy idő után már a Skoda is, meg a Lada is, meg a Trabant is már lehet, hogy majd olyan futóművet fog kapni, meg olyan fékrendszert, meg olyan nem tudom mit, amikor már ez kellően széles körbe elterjed, amitől ezek jobb autók lesznek, jobb minőségűek lesznek, és élvezhetőbb lesz ezekkel is az autózás, de azt nem lehet elvárni, hogy az alján fejlesszék ki ezeket az új technológiákat. Ez mindig a tetején történik minden területnek. A csúcsgasztronóm is egy ilyen terület, ahol mindig jönnek az új innovatív megoldások, technológiák, ötletek, és ha ezek beválnak, akkor ezek szépen leszivárognak utána a vendéglátás más területeire is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy természetes evolúciós folyamat ilyen szempontból a gasztronómia területén is, és ezáltal egy picit előbb-utóbb eljut a végekre is, vagy az átlagfogyasztó asztalára is esetleg olyan, ami ha nem lenne ez, ahol ez kikísérletezik, akkor egyébként egyáltalán nem biztos, hogy majd elkerülne a hétköznapi asztalokra is. Uh-huh. Újabb, bocsánat, újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok! Parancsoljon! Üdvözlöm a Bota Gábor urat és a Gerendai urat. Nagyon jó egészséget kívánok önöknek. Köszönöm, viszont. Ebben most pont belekölgök, igen. Én mondanám, hogy hát az év üzletembere, egyszer az úriember. Ez így van. Igen, és az Ifjúsági Sportminisztériumban elnyerte az Arany Titán díjat, megkapta. Elég is lesz, jó? Igen, és még egy, ami nagyon fontos, nem tudom, hogy mondják-e, hogy a fesztivál elnyerte az Európa legjobb fesztiváltíját. Így van. Köszönöm. Ez, ami fontos.
Köszönöm. Nagyon sok sikert, és látszik, hogy szereti az éttermet, a finom palatokat. Köszönöm szépen, viszont viszont hallásra. Várunk majd még két telefonra, vagy Skype-ra lesz még módunk, és szerintem most mutassuk a másik étterem, a Costes Downtown-nak a fotóit. Ugye itt már, ha úgy tetszik, kategóriába megyünk egy kicsit lefelé, tehát a fine dining a Costes, és ez már bistró, tehát... Hát legalábbis egy ilyen átmenet, igen, a fine dining és a bistró között, mert itt már hangulatra inkább bistrós. Igen, ugyanakkor... tehát látjuk, hogy itt már nincs ez a fehér abroszos, igen. Hude elegancia. Itt már ugye nagyon tudatosan pont azon tapasztalatok alapján, amit a Rádai utcában megtapasztaltunk, ahol egy kicsit azt gondolom, hogy túlhúztuk olyan értelemben az eleganciát, hogy az elején ugye nem tudtunk miből kiindulni, mint a nemzetközi példákból, hogy máshol milyenek a csúcséttermek, és ezek ezért általában ilyen fehér abroszos, szérnakesztyűs, nagyon elegáns helyek. Látszólag egyébként elképesztően nem illik hozzá, de az igaz, hogy simán bemész rövidgatyába? Abszolút, simán. Ma is voltam ott. És nincs, aki sandán néz rád, aki viszont ott előfordul, ott ugye nem tudják egy csomó, tehát ugye egy csomó vendég, akár külföldi vendég, akik eleve nincs honnan ismerjenek engem, de a magyar vendégek egy részesek el tudja, hogy én ki vagyok, vagy hogy én vagyok ott a tulajdonos. Ezért aztán számos olyan eset volt már, amikor úgy láttam, hogy olyan furcsálóan néztek rám, kicsit rosszallóan emberek, hogy hát én itt biztos eltévedtem, hogy ilyen felszerelésbe én bejövök egy ilyen helyre. De hát igyekszem egy picit ezzel is oldani azt a fajta ilyen merevségét, de hozzáteszem, hogy azért a Rándai utca az tényleg nekem sem egy igazán komfortos közeg, ez annak igazán jó, aki egy ilyen klasszikus, elegáns üzleti vacsorára, vagy egy olyan alkalomra, amikor mondjuk egy házassági évforduló, egy születésnap, egy nem tudom, amikor megadjuk a módját, ez egy de olyan étterem. De te soha nem néztél, tehát soha nem akartál úgy kinézni, mint egy üzletember, úgy általában kinéz. Hát kérdés, hogy egy üzletember attól üzletember, ahogy kinéz, vagy attól, amit csinál. Vagy rákényszer. Nekem volt egy nagyon kedves kollégám, ő azt mondta, hogy úgy kell élni, hogy soha ne kelljen nyakkendőt felvenni. És ez be is tartott. Egy ilyen igazi, nagy műveltségű regul. Rajtam se volt nyakkendő egyébként harmadik gimnazista korom óta, de azért öltöny meg zakó előfordul. Szóval, hogy... Nekem is van öltönyöm is, zakóm is, nyakkendőm is. És akkor utálod, vagy jelmeznek hat rajtad? Hát semmiképpen nem érzem komfortosan magam ebben az öltözetben, de van olyan helyzet, ahol a helyzet úgy kívánja, és én nem akarok ilyenkor senkit megsérteni, vagy polgárpukkasztani, vagy nem tudom, tehát hogyha az ember elmegy egy fogadásra, egy olyan közegbe, ahol mondjuk nem tudom, hogy mindenki más ki fog öltözni, vagy egy olyan estére, vagy egy olyan, nem tudom, rendezvényre, akkor nem fogom azt csinálni, hogy most direkt megmutatom, hogy én azért se öltözök ki, és ezzel egy picit így próbálom a többieket feszengős helyzetbe hozni, mert én nem akarok senkit ezzel bántani, akkor én is fölveszek, ha kell egy elegáns ruhát, csak nem érzem jól magam ilyenkor ebben a helyzetben, a bőrömben magam, mert hogy én jobban szeretem a kicsit lazább és kevésbé formális helyzeteket, úgyhogy, de tudok alkalmazkodni azért, ha kell, csak ha választhatok, akkor nem olyan étterembe megyek, vagy nem olyan közegbe megyek, ahol mondjuk nem érzem annyira a sajátomnak. Most ugye ez egy ilyen fura, abnormális helyzet lett, hogy volt egy olyan, vagy van egy olyan éttermem, ahol vendégként már nem szívesen megyek oda, mert túl elegáns nekem ez a hely, ezért is jött az ötlet, hogy akkor próbáljunk egy másik helyet a belvárosba, egy kicsit lazább, kicsit barátságosabb közegben létrehozni, ahol én is komfortosabban érezhetem magam, és hát számos más vendég is, aki esetleg csak úgy az utcáról besétálna, vagy a nem tudom, és úgy tűnik, hogy ez működik is, tehát nagyon hamar. És a végén már jön egy rokkocsma is. Én nekem voltak olyan
dolgok az életemben, amihez közöm volt, és amilyen tényleg például ez a Kultiplex, amit említettem már a műsorban, ami egy kifejezetten, de most van a Budapest Park például, amiben szintén benne vagyok. Ezek kifejezetten ilyen laza, fiatalos, szórakozó helyek. Ott persze az inkább érzem a sajátomnak, bár most már azért kiöregettem ebből a fiatalos jelzőből, de közben meg a gasztronómiai érdeklődésemet, azt meg inkább a csúcsgasztronómia, vagy a tényleg a minőségi konyha elégíti ki, ezért megpróbáltam most egy ilyen átmenetet képezni a minőségi konyhai szolgáltatások és a még barátságos, laza hangulat között ezzel az új helyen, ami még úgy mindenkinek talán jobban bejön, vagy jobban elérhető, és árakban is természetesen itt azért próbálunk egy picit több magyar alapanyaggal, picit, tehát mondjuk az ebéd menünk, az szerintem egy teljesen átlag embernek is, ha egyszer-egyszer megerőlteti magát, akkor megfizethető, mert tudom, hogy vannak, akiknek még a rezsit is nehéz kifizetni, tehát ők nem hiszem, hogy valaha is étterembe fognak tudni járni, de nem tudom, szabad-e itt árat mondani, vagy mennyire tilos ilyen értelme, de mondjuk az, hogy nálunk 3 fogást 6900 forintért lehet egy Michelin csillagos étterembe ebédelni, az szerintem azért nem egy horribilis összeg, amit adott esetben, hogyha ha éppen van egy olyan alkalom, akkor azért bizonyos rétegek ne engedhetnének meg maguknak. Van, aki ennél sokkal többet is, de ezt már szerintem azért mondjuk a budapesti átlag is egyszer-egyszer megengedheti magának. Telefon, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Kata vagyok, üdvözlök Önöket szeretettel. Említettem egy kicsit hangosabban, kérem szépen, de halljuk, igen? Említette, hogy az éttermében nem ismerik fel, mint tulajdonos. No, ezt el kell meséljem, én Dublinban egy birminghami családdal találkoztam, és tőlük hallottam először Gerendai Károly nevét, mert én a Sziget Fesztivált nem gondoltam elég komoly dolognak, akkoriban azt hittem a 20 év alattiak szórakozása, és ők kedveltették meg velem tulajdonképpen, és ott is ismerik a nevét. Ezt csak azért mondom, hogy tudjon róla. Köszönöm, kedves. Amit viszont olvastam az Indexben, mindjárt be is fejezem, hogy a kulturális kormányzattal nincs kapcsolata, ez persze nem az ő szégyene, hanem inkább ellenkezőleg, tehát így ilyen módon nyilván támogatást sem kap. Ami viszont elég kap, meg szerintem kapcsolata is van. Bocsánat, az fontos tisztelet, tehát én ott abban az interjúban arról beszéltem, hogy konkrétan mondjuk a mostani kultúráért felelős igen. miniszter úrral nekem soha semmilyen kapcsolatom akkor nem volt, soha értettem. Nem találkoztunk, soha nem beszéltünk, értettem. Ami nem gondolom, hogy baj, tehát nem kell nem nekünk értettem. Mindenáron jóba lenni, vagy összejárni, vagy itt tovább, egy picit inkább csak az az érdekes, hogy hát mégiscsak azért most már 20 éve ezen a területen is tevékenykedek, és ehhez képest még nem volt olyan felület, ahol érintkezzünk, mert hogy az ő kultúra felfogásuk egy picit másról szól, mint mondjuk amivel én foglalkozom ilyen szempontból, de persze vannak neki olyan illetékes kollégái, akivel meg már találkoztam, de nem arról van szó, hogy én most senkit nem ismerek ezen a területen, csak abban az interjúban ez merült föl, hogy ismerem-e személyesen a miniszter urat, és elmondtam, hogy nem. De egyébként... Én azt számoltam ki ebből, hogy önállóan boldogul nélkülük, amihez csak gratulálni tudok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. Ha még nagyon gyorsan telefonál valaki, akkor lesz még most. De tudom, hogy tehát volt, hát azért azt is nyilatkoztat, hogy te miniszterelnökökkel is tárgyaltál. Persze, tehát én nekem van ezt... érdemi kapcsolati tőkém, vagy ismerettségem számos területen, számos pártban, vagy számos közéleti szereplőnél, de ez egyrészt szerencsém van talán abban, hogy egy picit én magam is megválogathatom, hogy kivel barátkozom másik részről, meg hát vannak emberek, akik egyszerűen, amivel én foglalkozom azzal, ők nem különösebben foglalni, nem különösebben érdeklődnek, ezért nem kell mindenkivel nekem személyes kapcsolatom legyen, de ott mindig megtaláltam azokat az embereket, akik ha nekem valakivel dolgom volt, vagy valamire szükségem volt, és beszélnem kellett valakivel, akkor az, aki meghallgatott, és aki ebben segíteni mennyire vette, mert ugye besoroltak téged a 9 legbefolyásosabb magyar üzletember közé. Ez stimmel? Hát voltak már mindenféle listák, hogy most nem tudom épp melyikre gondolsz, már több ilyen listán igen. is szerepeltem. Igen. Tehát te egy befolyásos üzletember vagy?
Hát az a baj, nem tudom, hogy hogy mérik a befolyást. Ha úgy mérik a befolyást, hogy én nekem voltak olyan ügyek, amiket én fölvállaltam, például mondjuk, mit tudom én, annó volt egy PANK program nevű kormányprogram, ami 3K-val PANKKK, tehát ez a program a Nemzeti Kortárs Könnyű Zenei Kultúráért, vagy most van egy Cseh Tamás program nevű hasonló ilyen zenei kultúráról szóló program, amikben mind a kettőben én eléggé markánsan részt vettem a kitalálásába, és ennek a kilobbizásába, és el tudtam érni, hogy ebből aztán kormányprogram lett, megvalósult, akkor azt gondolom, hogy ez lehet egyfajta befolyás, vagy hogyha voltak olyan ügyek, amikben szintén nekem fontos volt, hogy mondjuk például a fesztiváloknál az európai átlaga a fesztiválok áfájának az 10%, nagyon sokáig 27% volt az áfa, és sikerült azt a kollégáinkkal elintézni, hogy végül 18%-ra mérsékeljék ennek a területnek az áfa kulcsát, akkor ezek azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amikben próbáltam élni a kapcsolataimmal, a befolyásommal, de nem azért, hogy nekem személy szerint önmagában csak jobb legyen, hanem azért, hogy egy iparág tudjon fejlődni és versenyképessé válni. Hiszen itt a versenytársai a magyar fesztiváloknak, vagy legalábbis a nagy magyar fesztiváloknak, az egyébként azok az európai fesztiválok, akik ha sokkal jobb körülmények között dolgozhatnak, akkor nehéz lesz velük versenyezni. Belefér még egy telefon, kérem a kollégákat, vagy nem fér be a telefon. Jó, akkor bele fog férni még egy recirkuláris bejátszás, jó? Azt akkor még próbáljuk meg. És akkor köszönöm, hogy jöttél, arról nem beszéltük, hogy van három gyerek, meg feleség, meg... Hát van sok minden még. Meg sok minden. Köszönöm, hogy jöttél. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Egy hét múlva, az a jól számom, igen, június 15-én is lesz Bóta Café. Egy roppant tehetséges fiatal színésznő lesz a vendégünk, junior prima díjas is egyébként, Radnai Csilla, aki ugye Asher Tamás Novák Eszter osztályában végzett, játszott a Centrál Színházban, aztán a Nemzeti Színházban, most éppen Székesfehérváron van, tehát akkor Radnai Csillával várom önöket egy hét múlva, június 15-én, szerd este 9-től a Bóta Caféban, várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és persze megint lesznek ajándékszínházjegyeink is, és akkor most nézzük meg ezt a bizonyos új cirkuszt, a Recirkuelt, akik ugye amúgy a Műpában meg már világszerte fellépnek, de a Szigeten indultak. Viszontlátásra! A műsor médiapartnere a Népszava.